Ismét sok ezren tüntettek a belarus fővárosban Lukasenka ellen. Az egyre gyakoribb hatósági erőszak miatt a demonstrálók új taktikát választottak. Nem egy nagy tömegtüntetést szerveztek, hanem Minsk különböző kerületeiben kisebb csoportokban vonultak fel egyszerre, hogy a rendőrség nehezebben tudjon fellépni ellenük. Emberjogi szervezetek szerint délutánra így is, mint egy 150 embert vettek őrizetbe a tüntetéseken. Belarusban három hónapja kezdődtek a demonstrációk, miután az elnökválasztáson ismét Alexandr Lukasenka elnök győzelmét jelentették be. A volt szovjet tagköztársaságot 26 éve vezető elnök az ellenzék szerint csalással szerezhette meg a szavazatok többségét, ezért új választásokat és Lukasenka távozását követelik. A rendőrség az elejétől fogva erőszakosan lépett fel a tüntetőkkel szemben, embereket vertek és kínoztak meg, ellenzéki vezetőket tartóztattak le. Az ellenzéki elnök jelölt Svetlana a választás után nem sokkal az EU tagállam Litvániába menekült.